A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus iskola gimnazistáinak munkáiról Bükösdi Gábort kérdeztük. Ez egy nagyon szűk szelete annak, amit egyébként egész esztendőben mi művelünk. Hétfőnként szoktak lenni a foglalkozásaink. Ez csak egy ízelítő abból, hogy mit csinálunk. A nagyobb méretű képek azok pályázatról tértek vissza. Az EGRI parafrázis festőversenynek az egyébként döntőbe jutott alkotásai ezek részben. Papír alapon akril, illetve akvarell festékkel, vegyes technikával készültek. A kisebb méretű képek az technikai értelemben egy kicsit nagyobb kuriózum talán, mert hogy olajképekről van szó, elgrékó festmény másolatokról van szó, mert hogy a művészeti iskolának az is a része, hogy elzarándokolunk kiállításokra. Ugye 2022 őszén vagy 23-ban volt, már nem emlékszem rá, a Szép Művészeti Múzeumban az elgrékó kiállítás, szerveztünk oda egy túrát, és később a 2023-as érettségi szünet alatt tudtunk festőtábort tartani azoknak a diákoknak a gimnáziumban, azon diákok számára, akik a művészeti iskolának is a tanulói. A gimnazista korú alkotók között vannak olyanok, akik határozott elképzeléssel érkeznek egy szakköri környezetbe, azonban ez nem mindenkire jellemző. Határozott elképzelés alatt azt értem, hogy pontosan tudják, hogy milyen képet szeretnének megcsinálni, és őket valamilyen tekintetben arra az útra kell terelni, hogy mi az a technika, ami a legadekváltabb módon eljutatja őket ahhoz a célhoz. De hogy egyébként azt szokták mondani, hogy a művészet az egy nyelvezet, a nyelvezet a része az tanítható, hiszen az részben technikákból, meg megoldásokból áll. De maga a művészet meg nem. Tehát a kettő közé kell beilleszteni azt, hogy megpróbálni megérteni azt, hogy egy gimnazista mit vár attól, hogy ő beiratkozik egy ilyen rendszeres tanórán túli szakkörre, és hogy az ő vágya úgy valósuljon meg, hogy közben azért képződik technikailag, a látásmód tekintetében olyan fejlődésen megy keresztül, ami utána majd az önkifejezését segíteni fogja. Az általános iskolások idei munkái között mind a 8 évfolyam képviseltette magát. Különböző témakörök köré csoportosultak ezek az alkotások. Alapvetően a szellemi örökségünk, mint a magyar népmese, a magyar hímzés világ, illetve a magyar népszokások felelevenítése volt a fő koncepció, de emellett természetesen az évszakok megjelenítése, mint a tavaszi tájképek, illetve a madár és állatvilág. Tehát ezek voltak a témáink ebben a tanévben. Technikailag teljesen egyedi, ki mit szeret. Én igyekszem a tanulókat megkínálni a grafika és a festészet minél változatosabb lehetőségeivel. Nagyon szeretnek a vízfestékkel festeni a gyerekek. Kedvelik a vegyes technikát, ahol zsékrétával rajzolnak, és utána használnak vízfestéket, illetve hozzá rajzolnak grafikus elemeket filztollakkal. Én, ahogy észrevettem a gyerekek munkái kapcsán, tulajdonképpen az egész képi, az adott felületen való vizuális önkifejezés, hogy ez mennyire tölti ki a rendelkezésre álló felületet, és azt minél gazdagabban, színesebben, vidámabban, változatosabban tudják megoldani. Az önkifejezés megvalósulása, annak fejlődése és alakulása gyermekenként változó. Természetesen habitustól, hogy ki milyen természetű. Vannak nagyon csendes tanulóink, akik hosszú idő, hónapok után tud csak megnyílni, kinyílni, de azt gondolom, hogy a vizuális megjelenésben sikerül mindannyiuknak egy olyan területet találni, ami őket kellőképpen, méltóképpen tudja szabad gondolatokra és örömre sarkalni.